Önéletrajzi könyv jelent meg Marco Rossiról, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitányáról. Az olasz mester életét C.H. Gál András újságíró vetette papírra. A könyv az MSUS Nagy Béla programjának keretében látott napvilágot. Hivatalosan hétfőn mutatták be egy sajtótájékoztató keretében. Mikor merült fel benned az ötlet, hogy Marco Rossiról a könyvet ír, és mi volt az ő első reakció erre? Hát az ismerettségünk az 6 éves, 2012-ben már az első sajtóértekezleten, amikor a Honvédban bemutatták, akkor valamiféle nehezen leírható metakommunikációs kapcsolat alakult ki közöttünk, ami fönnmaradt a későbbiek során is. A könyvre nem gondoltam elején, tehát miért is gondoltam volna, hiszen csak 2017-ben nyerte meg a Honvéd a bajnokságot, és igazából akkor kezdtem el ezen töprengeni, amikor a Dunaszerda helyezője volt Marco, akkor már a honvédos bajnoki cím már úgymond a zsákban volt, és jó úton haladt a Dunaszerda helyen is, hogy dobogóra kerüljön, ami ugye sikerült is, harmadik lett a szlovák bajnokságban, a Fortuna Ligában, és a csapat bejutott a Európa Ligában végül is a csoportkörbe, tehát a sikerek megvoltak, akkor még nem tudtam, hogy magyar szövetségi kapitány lesz, csak reménykedtem benne. Én már akkor azt hittem, amikor Lékenzt kinevezték 2017 őszén, hogy Marco lesz a szerencsés befutó, sajnos nem így történt. Ezzel 7 nagyon értékes hónapot elveszített a magyar válogatott, a magyar futball. Meggyőződésem, hogyha akkor kinevezik Marcot, és 4 felkészülési meccset tud játszani a csapattal, akkor most mi lennénk a csoportelsők, és készülhetnénk a rájátszásra a másik 3 csoportelsővel. Sajnos nem így történt, de ezt majd a rendes EB-selejtezőkön be lehet pótolni. You can ask to him, I asked to him if he was crazy. I was surprised, really surprised. But at the end, I was also happy because it's something that showed that probably there is appreciation here in Hungary. And when you have this kind of feedback, you are always happy, I think. I'm not afraid because we have good relationship and I know that he doesn't want to put me in difficult situation. I didn't read till now, but I only take a look to the pictures, and the pictures are very nice. And how was the work together with him? No, it was nice. He came many times to visit me in Dunajská Streda before, previously, and then he came also in Pozzuoli, in Napoli, when I'm living with my family. And it was amazing to stay with him a couple of days. Milyen volt vele a közös munka? Ő azt mondta, hogy nagyon jó a kapcsolatotok. Hát ez nem is munka, hanem baráti kapcsolat volt. Olyannyira, hogy 5-6-szor kimentem Dunaszerda helyre a könyv készítésének az első fázisában, majd aztán vettem egy nagy levegőt, és a feleségemtől engedélyt kértem, hogy megcsapoljam a családi kasszát. Végül is kettesben kimentünk az asszonnyal Nápolyba. Május végén, június elején 4 csodálatos napot töltöttünk Nápolyban és Pozzuoliban, ami a szomszédos kisváros, és ahol Marco lakik. Megismerkedhettem a családi körülményeivel, a fiával, Simonével, aki élvonalbeli vízilabdázó, a Pozzuolo Napoli kiváló játékosa, és Gájával, a 22 éves lányával, aki egyetemista. Egy igazi olasz család. A feleség az déli, nápolyi, Marco Torino mellől származik, tehát úgymond hűvös észak-olasz, de ez a hűvösség a mérkőzéseken egyáltalán nem látszik, mert mint egy ketrezbe zárt oroszlán úgy mászkál a részére kijelölt téglalapban. Ugye a könyvet interjú formában írtad meg, melyik a kedvenc fejezeted? Hát a kedvenc fejezetem az mindjárt az első, amikor Marco egyeszem első szemében előadja azt, hogy hogyan futott be Csányi Sándor telefonhívása, amikor Pozzuoliban a feleségével vezette a kocsiját. Éppen jöttek haza a nyaralásból, arra készült, hogy visszamenjen Dunaszerdahelyre és folytassa a megkezdett munkáját, hiszen még egy évre szóló szerződése volt Dunaszerdahelyen. És akkor megcsörrent a telefonja, rögtön fölismerte az elnök hangját, és bár a felesége nem tudta, hogy kivel beszél, de a hang tónusából rögtön tudta, hogy mi történik, és utána megkérdezte, ugye most kértek föl téged szövetségi kapitánynak. Ugye ezzel kezdődik akkor a könyv, illetve a végén is ugye azzal végződik, ha jól néztem, hogy ő lett a szövetségi kapitány, felvetődik a kérdés, hogyha sikeres ezt a válogatott érjen, akkor lesz-e folytatása a könyvnek? Hát én nagyon remélem,
Először is azt remélem, hogy sikeres lesz, és hogyha kijutunk az EB-re, akkor mindenképpen szeretném megírni azoknak a mérkőzéseknek a történetét, amelyek elvezették a csapatot és Márkot odáig, hogy ott lehessen a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon, hiszen talán soha nem volt még annyira fontos, hogy kijussunk egy ilyen kontinens tornára, mint most. No, I think that first I'm not a writer, second I think that one book is more than enough, and I think that I must only think and concentrate on the work with the national team. That is enough for me. Yesterday, Lovrencsics Gergő said that you are a national coach. Like you thinking on Hungarians, you are a Magyar coach, but you are already a half Hungarians as well. I'm close to the Hungarian culture. I know something about the history of Hungarian people, of Hungarian country, and I know how proud are the guys to defend the colors of their country. So I really believe that in this situation we are really close each other. This for me is not, I say yesterday evening, for me it's not only a job, it's something that give me much more responsibility from one side, and on the other end, pride.